idén nagyon korán indult a tavasz, nagyon hamar aktívak lettek a kórokozók, hogyha magas láza van a kutyának, akkor a legnagyobb valószínűsége a kullancsok által terjesztett babézia. Magas láz és bágyadság, ezekkel a tünetekkel hozta be gazdája ezt a kutyust. Nagy valószínűséggel kullancs okozta fertőzés van a háttérben. A korán jött tavasz miatt már most sok kis kedvencet hoznak ide hasonló panasszal. Hogyha nem védekezünk, főleg ezekben az átmeneti időszakban, tavasszal és ősszel, ahol 0 és 20 fok körül van a hőmérséklet, akkor egészen hamar pórul járhatunk. Nagyfokú bágyadság, levertség, kedvetlenség, magas láz, nem játszik a kutya, nem jön elénk a kutya, nem eszi meg az ételét, sötét, barnássá válik a vizelete, akkor minél hamarabb állatorvoshoz kell fordulni. Ebbe az állatorvosi rendelőbe több babéziás tünettel is érkezett négy lábú. A szakember azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a szúnyogok okozta szívférgesség is egyre gyakoribb. Mindkét betegségre a tabletták nyújtanak nagyobb védelmet. Fontos, hogy házi kedvenceinkre jobban figyeljünk ebben az időszakban. Az időtényező ugyanis különösen fontos a kullancsok eltávolítása esetén. Emberek esetében is kiemelten fontos, hogy a testen észlelt vérszívót a lehető leghamarabb eltávolítsuk. A kullancs által okozott megbetegedések egy része ugyanis akár halálos is lehet. Nem olyan bűvös dolog azt eltávolítani, akár körömmel is megtehetjük, de vannak különféle kis műtyűrök, amivel jól megfogva a bőrhöz minél közelebb, picit meghúzva eltávolítható. Még talán annyit szerencsés mondani, a véletlenül beleszakad a fejem, mindig szoktak jönni, és akkor meg vannak ijedve a szülők, hagyja békén, nem kell azt bántani, a vírus nem a fejbe van, hanem a potrohába, amikor ahol a vér van, és hogyha és nem szabad kenegetni, elzárni a levegő oxigén útját, mert akkor szenved a kullancs, és akkor éppen akkor préseli bele azokat a kórokozókat a szervezetbe. Emberek esetében a Lyme-kór és a vírusos agyhártya agyvelőgyulladása a legveszélyesebb kullancs által okozott megbetegedés. A Lyme-kort megelőzni jelenállás szerint nem lehet. Kizárólag hosszas antibiotikumos kezeléssel gyógyítható, míg a kullancsenkefalitis ellen oltássorozattal lehet védekezni. A védőoltásoknak azt mondtam, hogy van egy rendje. Nem mindenkinél eltérő, hanem mindenkinél ugyanaz. Csak attól függ, hogy hogy kezdi el, mert akkor az szerint kell folytatni. Csak gyorsan elmondok egy sémát, akkor van egy átlagos egy védőoltás, megadom most, megadom pár hónap, 2-3 hónappal később a második adagot, egy bő évvel később a harmadik adagot, ez 3 évig véd, 3 év után megadok egyet megint, az 5 évig véd, és utána 5 évenként kell ismételni. Ettől gyorsabb, ha nagyon sürgető, egy 3 hét alatt beadható 4 oltással egy jó alapimmunizálás érhető el, és utána ott is érvényes a 3 év, meg az 5 évenkénti ismétlés. A kullancs szezon jellemzően tavasztól őszig tart, de míg a négylábúaknál a kánikulában már nem jellemző a babéziás megbetegedés, addig az emberek esetében a melegebb idő miatt viselt nyári öltözet nagyobb támadási felületet ad a vérszívóknak.